Izgalmasan kezdődött a Bocskai Általános Iskola tanulóinak napja. A délelőtt folyamán az iskola diákjai egy nem hétköznapi énekórán vehettek részt a muzsikás együttes közreműködésével. Az együttes tagjai Sipos Mihály, Porteleki László, Éri Péter és Hamar Dániel a fiatalságot olyan népi hangszerekkel ismertették meg, mint a hegedű, brácsa vagy a nagybőgő. Egy nagyon érdekes pásztor hangszer szólal meg mindjárt. Éri Péter barátom veszi elő, meg is mutatja nektek, és mesél róla néhány szót, mert ez egy különös hangszer. Hát Bocskának néz ki messziről, de ez egy furulya féle, akár hiszitek, akár nem. Egy kicsit nagyra nőtt furulya. Ugye nem ilyet képzeltünk a furujáról, de ezt úgy is hívják, hogy hosszú furuja, nagyon szellemesen. Mert tényleg hosszú, olyan hosszú, mint a zenész karja. Hát ezt a hangszert a pásztorok használták, a Dél-Dunántúlon, tudjuk kik a pásztorok, akik egy falu közösség vagy egy nagyobb közösség állataira vigyáznak, összeterelik őket, kihajták a legelőmezőre, vagy a Dunántúlon sokszor az erdőbe, az erdőszélre is. No hát ezek a pásztorok
ilyen hangszerrel szórakoztatták magukat, úgyhogy dél-dunántúli kanásztáncok, pásztornóták következnek hosszú furuján. Nem csak az a különlegessége, hogy ilyen szép hosszú, hanem az is, hogy a furujás, miközben a dallamot játsza, billenteti az ujjait, bele is dúdol ebbe a csőbe, és a két hang összeadódik, és egy különös, érdekes, szép hangszín keletkezik. Mindjárt meg fogjuk hallani. Ezt a hangszer, ez a legnagyobb vonós hangszer, a nagy bőgő. Látjátok? Ilyen szép nagy hangszer. Ez arra azért építik ilyen nagyra, azért készítik ilyen nagyra ezt a hangszer, mert minél mélyebb hangot akarnak megszólaltatni, annál nagyobb test kell. Minél nagyobb valami, annál mélyebb hangot tud megszólaltatni. Hát így van ez az embernek a hangszálaival is, amikor a fiúcska még kicsi, akkor vékony a hangja, amikor aztán nagy lesz, megnő a hangszám, megnő, akkor mély lesz, és akkor már férfias hangja lesz. A nagy bőgő, mint minden vonós hangszer, egy eszközzel a vonóval szólaltatjuk meg, amikor a vonót, ami egy fakeretre fölfeszített lószőrköteg, én a hozzáérintem a húrhoz, és elkezdem mozgatni, akkor folyamatosan zengeti. Valahogy így. Ha ebben most egy hangsúlyt teszek, nézzétek meg. Létrejön egy lüktetés, amit persze tudok gyorsabban is most húzni.
sokkal lassabban. Ez adja a táncmuzsikának a fő hangsúlyát. Ez a lüktetés az, amire már táncolni lehet. Ezt a lüktetést tovább fokozza egy másik hangszer, ami nem csak a ritmus, hanem harmóniát is játszik, azaz olyan hangokat szólaltat meg, aminek az együtt hangzása kellemes a fülnek, ezért harmóniának hívják, az zenészek úgy mondják, hogy akkord. Ez a hangszer Éri Péter barátom kezében van. Nézzétek, hogy milyen. Aki arra gondolt, hogy ez egy hegedű, az majdnem jól gondolta, valóban úgy néz ki, mint egy hegedű. Ha közelebbről is megnézhetnénk, akkor láthatnánk, hogy egy kicsikét nagyobb, mint a hegedű. Éppen ezért ezt mély hegedűnek hívják, vagy más néven brácsának, faluhelyen kontrának. Van még egy más különbség is. Ennek a hangszernek itt csak három ilyen fekete kulcsa van, ami azt jelzi, hogy ennek csak három módja van szemben a négyel, ami a hegedűnek van, vagy a klasszikus zenében használatos brácsának. Hát a negyediket a brácsás kontrás innen levette, nem használja, ezt a lábat viszont itt teljesen egyenesre vágta egy éles késsel, így aztán a maradék három múl az teljesen egy vonalba, egy síkba került, és mind a három egyszerre megszólaltatható a vonóban. Így jön létre aztán az az akkord, amiről már szó volt, az a harmónia, és ezt az akkordot, harmóniát ritmikusan együtt játssza a bőgőssel. A kontrás, ezt fogjuk most megmutatni, ez lesz a mi zenénknek a kísérete. Kísérlet, hát persze, hogy a dallamot, azt a dallamot, amit mindannyian el tudunk muzsikálni, mert mindig van egy hangszer, ami mindig velünk van. A torkunkban itt az énekhang. A falusi zenészek azonban hangszerrel játsszák a dallamot, egy hangszer mutat be most egy dallamhangszer Porteleki Laci. Ideig ugye vonós hangszerek szóltak, mert a Dani pengette ezt a nagy brummogó bőgőt, pengete is, de hát azért alapvetően vonós hangszer. Most én egy pengetős hangszert mutatok, hát ha tudja valaki a nevét, de egyet elárulva akkor, hogy ez nem banjo. Kicsoda? Gitár. Hát a gitár az nagyobb, de valaki mondott valaki, hogy egy tambura? Igen. Igen? Na szóval ez egy tambura, mivel szó volt a méretekről is, ez egy pici hangszer, pengetős hangszer, ezzel a pengetővel pengettem. Ennek csilingelő hangja van. Megmutatom egy picit külön. Thank you.
kedves barátaim, ez micsoda? Úgy van, örülök neki, hogy mindenki tudja, hogy ez a hegedű. El is mesélek valamit a hegedűről. A hegedűt, amikor a régi, híres hangszerkészítő családok kifejlesztették, úgy gondolták, hogy hasonlítson az emberre. Azt mondták, itt van a feje. Azt mondták, itt van a nyaka. Itt van a teste. Ez a lába, amely tartja a súlyokat. És képzeljétek el, még lelke is van. Hol van a hegedűnek a lelke? Mit gondoltok? Tessék? Valaki azt mondja, hogy hát csak belül lehet. Igaza van, mert valahol belül lehet a lelke. Egy ilyen pici kis hengert képzeljétek el, fahengert, mint a kis ujjam. Ez van elhelyezve a hegedű kellős közepébe, ide, belülre. Kívülről nem látható. És amikor a vonó hozzáér a húrhoz, és megszületik a gyönyörű hang, a hang végig szalad a húron, a lábon leszalad a fedőlapra, és a léleken keresztül már itt is van a hárlapon, és ettől az egész hangszer egyszerre zendül meg. Ez adja a hegedűnek azt a jellegzetes hangját, ami hasonlít valahogy az emberi hanghoz, jó mellette dalolni. Játszom nektek egy dalt most, amit hát ilyen kiskoromban tanultam ilyen hegedülni, mint a tiamányibesek lehetek. Ez egy olyan dal, nem közönséges. Olyan dal, ami több ezer év óta kíséri a magyarságot. Már a honfoglalóknál is ott volt ez, énekeltek, táncoltak rá, furujázták. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valaki, aki fölismeri. Hely Jancsika, Jancsika, hely Dunáról fúj a szél, szegény embert mindig ér, Dunáról fúj a szél. Ha Dunáról nem fújna, ilyen hideg sem volna, Dunáról fúj a szél. Duna mellett egy faluban találkoztam Orsós kis Jani bácsival, a prímással, aki azt mondta, fiam, ha azt akarod, hogy a fiatalság hangosan daloljon, így muzsikáljad.
Kedves barátaim, most jött el a nagy pillanat. Az a nagy pillanat, hogy végre közösen, hangosan együtt dalolunk. Mégpedig mi lenne, persze, hogy mi lenne méltó, mint hogy ezt a nagyon-nagyon régi, több ezer éves dal, Hely-Dunáról fúj a szél, ezt daloljuk el együtt. Hogy milyen hangról, hát innen. Hely-Dunáról fúj a szél. Nagy levegő. Hely-Dunáról fúj a szél, szegény ember mindig ér. Ismerik és használják. A Kárpátok nagy, magas hegyek között élnek völgyekben magyarok. Ezt a vidéket úgy hívják, hogy gyimes. A gyimesi magyaroknak a különös hangszere van a kezemben, a nyakamban, úgy hívják, hogy gardon. Ezt a hangszert ugyanúgy szólaltatják meg, mint a dobot, egy verűvel, csak nem a dobnak a kifeszített bőrt, hanem itt a fölfeszített húrokat üti meg a zenész. Egyetlen kísérője. Innen való muzsikát mutatok nektek kicsit röviden most nektek. Tehát
táncdalamok lesznek, olyan táncoknak a zenéje, amit körbe táncolnak, így összefogózkodva egymás vállát, a gyerekát megfogják, vagy így össze, és úgy mennek sorba. És elkezdődik lassan a tánc, aztán egyre gyorsul, egyre gyorsul, egyre gyorsul, egész odáig, amíg van, aki ki tudja táncolni. Kerekes éjszak. Néhány perc van hátra, és a szemetekből látom, hogy hihetetlen vágy tükröződik, hogy menjetek vissza az iskolába a tanórákra. Ugye? Hol látom? Hát ha nem, akkor még azért csinálunk valamit, jó? Akkor még nem úgy tudunk. Jó? Na hát akkor megmondom mit. Egy lakodalmi hangulatot. Így, ahogy vagyunk. Így, mint a ti lennétek a nászné. Jó? Lenne vagytok? Jó? No, hát mi a dolga nászítok a balkodalomban? Szomorkodjon, dehogy! Mulasson! Az a cím. Ahhoz, hogy a násznép jól érezze magát a háziaknak, pedig sokat kell dolgozni, kell sok finom étel, kell sok finom ital, és kell egy jó muzsika, és akkor a násznép, amikor a lakodalomban a mulatság kezdődik. Mulat. Mulatság közben mi sokszor tapasztaltuk Erdélyben, hogy egyszer csak tánc közben valaki elkezd kiabálni. Hát nem az, hogy jaj, bajom van, nem, hanem a jó kedvében. És a tánc ritmusára rákiabál tréfás versorokat, úgy mondják arra felé, hogy csúlyogat. Csúlyogatásnak hívják ezt. Na most búcsúzóan egy ilyen csúlyogatást, mulatságot csinálunk veletek közösen, de most először megtanuljuk. Én egy sort elkiáltok, ahogy halljátok, úgy ismételjétek utána. Jó? Aztán jön a második sor, négy soros lesz ez a csúlyogatás. Járd ki lábam, járd ki most! Járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol senki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jól vigyáz! Jobbik lábam, jól vigyáz! Mert a balog megy a láz! Mert a balog
nagyon jó volt, ez a csúlyogatás. Na most ezt megcsináljuk egy kicsit vidámabban. Járd ki lábam, járd ki most! Járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol senki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jól vigyázz! Jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balok megy a láz! Mert a balok megy a láz! Gondolom, közben kitaláltátok, hogy a balok az nem a szomszédban lakó Balogh Jóska bácsit jelenti, hanem a bal lába. Tehát a balok a bal lába. Most akkor úgy csináljuk a feladatot, hogy velünk együtt. Figyelj, most ne csinálj semmit, megmutatom, hogy hogyan. Szünetet tartunk a sorok között, figyelj, számod, érezd meg, milyen hosszú a szünet. Négy ilyen csattintás lesz, de figyelj, csak én csinálom. Járd ki lábam, járd ki most. Előről kezdem, jó? A szünetet figyelj. Járd ki lábam, járd ki most. Nem parancsol senki most. Jobbik lábam, jól vigyázz. Mert a balok megy a láz. Na, így kéne vele megjött, jó? Tehát szünet, jó, persze, hogy jó. Három, és jár! Adj, hogy te mondom, mert nem kezdtem velem mindenki. Na, három, és... Járd ki lábam, járd ki most! Nem parancsol senki most! Jobbik lábam, jól vigyázz! Mert a balod megy a láz! Jaj, de jó volt! Na, amikor eljöttesz, tudod, hogy mert a balod megy a láz, férfi emberek, regények, nem abba hagyjuk ám, hanem hozzátesszük azt, hogy ütte, ha, hagyte, ha. Na, fiúk, velem együtt, ütte, ha, hagyte, ha, három, és ütte, ha, hagyte, ha. Még egyszer, ütte, ha, hagyte, hangosan! Ide, ha, hatta! Ez, igen. Na, lányok, azt mondják, ugyan ez idő alatt, amikor mi azt mondjuk, hogy ide, ha, hatta, ha, a lányok meg azt mondják, hogy csúj. Na, lányok! Jó, de a, figyelj, a csúlyó, elmutatom, hogy ilyen. Csúlyó, és itt csönd van, nem úgy van, hogy csúlyó. A fiúk is itt, ha, ott, te, ha. És itt elharapol a végén. Na, még egyszer, itt, ha, te, ha, csúlyó, mindenki a sajátját. Há, egyszerre, három, és itt, ha, tökéletes. Elintesszük a negyedik sort, mert a balon megnyaláz, és egybe, mert a balon megnyaláz, itt te ha, vagy mert a balon megnyaláz, csúj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 
megvárt! Hát ez olyan tökéletes, közben pedig keresek valamit, mégpedig egy könyvjelzőt keresek, ha lenne valahol egy könyvjelző, hogy hol van egy muzsikás könyvjelző. Képzeljétek el, hogy ez a muzsikás könyvjelző, az írják muzsikás könyvjelzőnek, legyen a könyvjelző, hogy a könyvbe betettétek, tudod, hogy hol tartott. De hogy véletlenül kétszer elolvas ugyanaz. Tehát a könyvjelző az arról szólt, amikor egy hosszú könyvet olvas az ember, hol is tartott. Könyvjelzőre itt a muzsikás könyvjelzőben rá is van írva, hogy muzsikás. Az, hogy könyvjelző az muzsáiban, de ez az. És itt van egy szép gondolat Kodály Zoltántól, hogy miért fontos a zene. Aztán megfordítjuk, látjuk a hangszereket, amik megszólaltak, az érdekesebb hangszereket, amiket énekeltük, amiket csúlyogattuk. És a lényeg az,
hogy pontosan 324 ilyen van nálunk, hány most itt, de csak 187-en vagytok. Annyit hoztuk a pedagógusokkal együtt. Jó, mindenki ki nem léphet a teremből, ha kezében nincsen könnyelző, jó? És emlékezzetek a muzsikás órára, a ének órára, most pedig még mielőtt elbúcsúznám, akkor a zenével együtt lesz az a csúlyogatás. Lakodalmi zene szól, és ahogy elkezdjük, majd úgy indul, hogy járt ki lábam, járt ki. Most figyeljtek a zene ritmusát, arra kell majd, de Misi bácsi segít nektek benne. Yeah.
Nagy örömmel jöttünk Derecskére, itt több előadást tartunk egymás után a bocskai általános iskolásoknak. Nagy iskola, 750-en vannak, úgyhogy egy-egy előadáson 200-300 gyerek vesz részt. Mi történik? Ez alatt az óra alatt, kicsöngetésről becsöngetésig, amelyik egyébként ingyenes, köszönet a nagy hazai olajipari vállalat támogatásának. Szóval ez a becsöngetésről kicsöngetésig tartó óra, ez alatt sok mindent mesélünk a népi hangszerekről, szokásokról, közben énekelünk is közösen, nagyon szeretik a gyerekek, Hejdunáról fúj a szél, és hozzá kell tenni azt, hogy ez nem akármilyen dal, és nem csak ő, hanem a társa is, mert ezek a dalok már a honfoglaláskor is megvoltak. Több ezer éve kísérik a magyarságot, ritkaság az ilyen, büszkék lehetünk rá erre, hogy ilyen értéket őrzött meg nekünk a magyar falu. A hangszerek, amiket bemutatunk. Ugye végigvesszük a vonósokat. Mesélünk a nagybőgőről, a brácsáról, persze a hegedűről, pengetős hangszert is bemutatunk, a tamburát. Fúvós hangszerre is sor kerül. Ez a dunántúli hosszú furúja, különleges hosszúságok, olyan hosszú, mint az embernek a karja. Ritkán látunk ilyet. Na aztán még van még ütős hangszer is a magyar népzenében, gyímesben, a távoli gyímesi csángók használják a gyímesi ütőgardon, hegedű és gardon. Ahogy ők mondják, mozsika és gardon szól együtt, olyan táncok zenéjét muzsikáljuk akkor, amik lassan-lassan kezdődik, egyre gyorsabb hajszolják a tempót, úgy is mondják ők, hogy hésza, kerekes hésza, mert kereken járják körbe-körbe. Na aztán a legvége, azt aztán nagyon szeretik a gyerekek, csúlyogatás. Mi az a csúlyogatás? Hát mikor a lakodalomban olyan nagy a hangulat, hogy már nem tudják másképp kifejezni az emberek, elkezdenek kiabálni finom, jó kis rigmusokat, járt ki lábam, járt ki most, nem parancsol senki most. Hát ezt aztán annyira szeretik, alig akarnak hazamenni, de mielőtt még hazamennének, még egy emlékezetül, még egy emlékeztetül, még egy könyvjelzőt is kapnak, amelyiken rajta van az, amit hallottak, láttak, a hangszerek, Hejdunáról fúj a szél, az a régi dal, vagy akár a csőgatás szöveg. Megyünk Ebesre ma még, és aztán utána pedig az elkövetkező hetekben megyünk Pécs környékére, megyünk Győr környékére, szóval sokfelé az országba, köszönet ugye a nagy olajipari vállalatnak, hogy ezt lehetővé teszi, mert amikor kezdtük annak idején, akkor csak Budapestre mentünk el, akkor is ingyen, mert a muzsikás ezt fölvállalta.